Csekkoljátok le a legújabb Danis termékeket a shopban, link a leírás első sorában, és 3 darab termék vásárlása esetén kaptok egy ajándék kulcstartót. Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és most itt nem más lesz, mint be fogom nektek mutatni az új otthonomat, vagyis falumat, vagy lakásomat, vagy tök mindegy. Majd meglátjátok, viszont elsősorban én azt hiszem, hogy ja, még nem fosztottam ki a kovácsot, szóval akkor most, hogy kifosztottuk, legalább van vaskardom, meg van almánk, nagyon király, itt is lakunk, itt is van a házam, itt van Dani háza, szerintem eléggé királyul néz ki, de akkor térjünk is bejebb, és megmutatom nektek, hogy miket is csináltam itt. Szóval, ez ki? Hello, figyelj már, kimennél a házamból? Figyelj, oké, és elmennél a házam közeléből, léci? Oké, jó, rendben van, ez nem tudom, hogy ki volt, srácok, de mindegy, jó, tegyük fel, hogy elment. Na szóval, itt van ugye át a diacuccom felakasztva, de hát most, hogy itt volt ez a, nem tudom ki, én ezt inkább fel is veszem magamra, mert nem tudom, hogy annyira nem érzem magam a túl nagy biztonságba. Itt vannak az ilyen kis zenedobozaim, itt van ugye át az ilyen CD-lejátszó, itt egy király tojás, itt a WC, itt a chest, amiben, hát igen, itt is vannak, eléggé OP cuccok igazából, ezeket is kiveszem, mert kicsikét már ez így zavaró, hogy mi a... Most ez komoly? Hallod? Miért ütötted ki az üvegeimet? De... Most ezt nem hiszem el. Menj innen el! Ne gyere vissza! Na... kiégek. Na jó, mindegy. Szóval, igen, itt van a többi cuccom, gyémántok, méregpotik, most ezeket is kiveszem, mert már tényleg nagyon kezd idegesíteni. És ja, körülbelül így ennyi. Most jól láttam, hogy itt van. Jól láttam, hogy itt vagy? Nem jól láttam. Oké, jó, rendben van, mindegy, hagyjuk. Na szóval, itt is ugye vannak erőpotik, ezek királyak, itt a két ágyam, itt az ilyen kis endes szemes cuccom, és itt elrejtve, hogy senki azért ne tudja őt többet elrabolni, vagyis hát ugye a kist. Itt van szépen lent, kis, mindjárt meglátjátok, itt van az ő kis külön lakása. Szia kis, na, mi a helyzet, hogy vagy? Nyugodtan maradj itt, de most ez komoly? Most ez komoly? Hallod? Elmennél a lakásomból? Mit keresel itt? Mit nézegeted a kutyámat? Hallod? Menj már ki innen! Meg foglak téged ölni! Húzz innen ki! Húzz innen kifele! Ne kövessél! Azt sem tudom, hogy te ki vagy! De... Srácok! Ez ki lehet? Vagy miért követed? Hallod? Eltűnnél? Menj innen! Az mindegy, hogy én ki vagyok. Mi az, hogy mindegy? Te... Hát kiégek. Na jó, a nyilakat vegyük már ki, mert azt elfelejtettem elvinni magammal. Figyelj, bro, nem azért mondom, de még egyszer ide fogsz jönni, és szét foglak téged íjazni. Szóval szépen tűnés van innen. Hol vagy? Hova ment? Itt van valahol? Itt bujkál? Mi volt, itt fog bujkálni? Jó, meg tényleg nem mutattam még meg a kertemet. Na várjatok. Mindegy, ez a izé most nem fog kelleni. Mindegy, bemegyünk, megkerüljük akkor a házat, és megmutatom még a lovamat. Ugye hát ő is itt van velünk. Ő kérlek szépen. Na várjatok. Hadd tudjak beugorni, jó? Ő kérlek szépen legenda, szia legenda! Logoljunk fel egy kicsikét, mert most miért ne? Megtehetjük, gyere, elviszek téged szépen egy körre, és legalább meg tudjuk talán keresni ezt a... Most ez komoly? Hallod? Hogy kerültél fel oda? Tűnj el a házam! Most ez komoly? Na jó, ki... Ne! Véletlen szegény falusit lőttem meg, ne! Túléli? Ó, túléli. Hova mentél? Jó, kapjuk el! Gyerünk, hova ment? Itt van talán ez mögött? Nem. Hova tűnt? Srácok? Nincs ilyen ember, aki erre képes. Hogy tűnt el ilyen gyorsan? Na jó. Aj, mindegy, hagyjuk. Hagyjuk, jó? Tudjátok, itt hagyjuk, nem érdekel. Igazából mondjuk óriás nagy kárt tett, de nem nagyon tudok vele mit csinálni. Na mindegy. Szóval igazából nagyjából így ennyiből áll a házam. Most mondjuk megtehetném, hogy még gyémánt cuccokat Ez mi volt? Ez mi? Ez mi? Ne! Ló, ne! Ne hajj meg, léci! Oké. Hú, túlélte. Király, hallod? Ez hol van? Ez... Hol vagy? Gyere ide! Gyere... Nem. Nem hiszem el! Hova tűnt megint? Itt állt a... Aj, Istenem. Na jó, én ezt nem... Ott van. Menj innen! Szállj le a lovamról! Azóta gyere vissza! Nem... Miért nem bírom megölni? Miért nem bírom megütni? Hallod? Tűnj innen el! Ne! Hallod? Elmondanád legalább, hogy ki vagy, vagy mit szeretnél? Figyelj, sokkal egyszerűbb lenne a dolgunk. Mondd el, hogy mit akarsz, jó? És ennyi, és zárjuk le a témát, és hagyj engem békén! Csak úgy követlek, mert vicces. Mi az, hogy vicces? Aj, Istenem, na jól van. Na jól van. Srácok, megvan a... megvan, hogy mit fogunk csinálni. Várj itt, Paci. Várjatok egy kicsit. Gyors, elviszük a cuccainkat, hogy nehogy elrabolja. Gyors, amely, hát igazából a legfontosabb cuccaimat gyors kiveszem. És húzzunk innen. Gyors, menjünk innen, minél messzebb, hogy ne találjon rám. Gyerünk, gyerünk, ugye nem lát? Jó, nem lát, oké. Okay. Jó, menjünk el. Gyors, menjünk el, minél messzebb. Legalább egy kis időre, amíg... Ne. Menjél, ló, gyerünk, nehogy eltaláljon, de... Hogy csinálja? Gyerünk, de nem áll, de eltaláltak kétszer egymás után. Jó, mennünk kell, gyerünk, itt tolkodni neki vezetés közben, nem bírok neki adni kaját. Jó, lépjünk le innen, srácok, valóban bújjunk el. Valóban el kell bújnunk ez a szemét ember elől. Mert itt lövöldöz meg minden, ja amúgy tényleg azt most így közben most jutott eszembe, hogy ugye az új intrómat, ami most ez a videó előtt is itt van, azt nem más csináltam, mint kedves barátom Bence, a csatornáját lent találjátok a leírásban. És létszíves iratkozzatok fel, mert ugye most kezdte úgymond így előről az ilyen intro készítést, és jól esne neki pár feliratkozó. Szóval még egyszer kösz szépen neki az intrót, de jó, ugye a lóval nem bírok itt közlekedni. Na jól van, valahol most már én itt mondjuk tegyük fel, meg fogok állni, jó? Ez így nekem tökéletes, szépen ássunk ide valami vermet, ahova elbírunk bújni, mondjuk nincsen csákányom. Mindegy, gyorsan egy évent csákányt, aztán csá. Aztán ne... Te hogy kerültél ide? Te hogy kerültél ide? Hallod? Hogy kerültél ide, és miért nem bírlak megütni? Tűnj már el innen, hagyd már békén, légy. Szia! Szia! Mondjad, mit szeretnél? Bocsi! Elkésted a bocsánat késéssel, menj innen! Húzz innen el! Hagyd békén! Hagyd... Tetszik a lovad! Nem érdekel, ő az én lovam! Menj innen! Ez én lovam! Nem kapod meg! Menj... Miért kell ezt csinálnod velem? Miért nem... Odaadod? Hagyjál már, de ahogy adom neked oda, ez az én lovam! Menj innen el! Nem hiszem el! Miért van az, de tényleg amúgy, hogy mindig van egy olyan karakter, akinek szivatni kell engem? És nincsen, hogy békén hagynak. De tényleg soha nincs olyan, hogy békén hagynak. Még elkéri a lovamat. Jetsz, hogy elkéri a lovamatnak, hogy szivat engem, mert vicces. Hát tényleg nagyon vicces, mondhatom. Na jó, menjünk el ebből az erdőből szerintem. Próbálj meg minél tovább menni, legalább valahogy kijutni belőle, vagy nem tudom. Mert nem bírom megütni. Legalább megbírnám ütni, vagy valami, de semmit nem tudok így kezdeni. Na mindegy. Tegyük fel mondjuk, hogy jó, ez itt egy tökéletes búvóhelynek tűnik, itt csak nem fog észrevenni a lovomat. Na, jól van, tök jó, hogy a fát se vettem fel. Na jó, gyors, azt akartam mondani, ugye vágok fát, és akkor craftolok egy gyémánt baltát, vagy gyémánt csákányt, és akkor gyors megpróbálunk elbújni bele a verembe. Hát nagyon remélem, hogy végre legalább sikerül. Nem már! Nem hiszem el! Tűnj már el a lovamtól, meg tőlem! Hagyj már békén! Menj már el innen! Légy szíves! Nem hiszem el! Ó! Mi az, hogy ó? Istenem! Kiégek, srácok! Miért kell így szivatniuk? Miért kell? Miért nem tud eltűnni? Várjátok, micsoda véletlen, hogy pont itt látlak. Istenem, nagyon vicces vagy, tényleg nagyon humoros vagy. Hallod? Nem látta, hogy eltűnj? És amúgy hogy találsz meg engem mindig? Te hallod? De tényleg, hogy találsz meg mindig? Mondd el nekem! Mondd el a titkodat, nem tudom mióta ellovagolta meg minden, de te pontosan tudod, hogy hol vagyok, ha? Ez hogy sikerül neked? Mondja, gyerünk! Az maradjon az én titkom. Hát én tényleg kiégek. Ez minden titkol előlem, folyamatosan követ engem, szétszivat engem, és még egyre se képes válaszolni. Jó, nem érdekel. Aj, nem akarom az a gond a lovomat itt hagyni. Lehet, hogyha esetleg itt hagynám, vagy valami, akkor még talán sikerülne elbújnom. Na jó, figyelj, Paci, csináljuk azt, hogy tegyük fel, az igen, este lett. Na jó, beássunk szerintem gyorsan le egy kicsit, és hát ló, majd figyelj, vissza fogok érted jönni, esküszöm meg minden, de meg kéne várni, kéne egy kicsikét várni, hogy legalább eltűnjön innen ez az alak, mert fogalma sincs, hogy ez ki. Na, szépen tömjük be, tökéletes, jól van, na. Srácok, akkor én azt mondom, hogy szépen elássuk errefelé, legalább addig bányászunk. Tegyük fel, mondjuk akkor addig bányászok, jó? Addig egy kicsit lefoglalom magamat, amíg nem fog remélhetőleg rám találni. Na, menjünk szépen le, és próbáljuk meg keresni legalább valami bányát, vagy valami fákját, mert amúgy nagyon sötét van itt. Ezt hallottátok? Ez mi? Ne! Ne bántsd már a lovamat! Aj, nem hiszem el! Nem hiszem el, de most menjek ki! Aj, nem megyek ki. Nem érdekel, nem fog kimenni. Gyors, menjünk le bányászni, csak nem fogja megölni, hát tetszik neki. Gyors, építsünk le minél mélyebbre. Jó? Minél mélyebbre, csak úgy, hogy szépen ne találjunk ránk. Csak szépen ne találjon ránk, és ennyire egyszerű. Jó. Elég mélyen vagyunk? Szerintem ne. Ne, ott van. Ne, nagyon-nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Légy szíves. Jó. Hú, elkerültük. Jön, jön. Hol van? Ott van felül. Jó, nem fog észrevenni. Srácok, jó. Remélhetőleg legalábbis. Ugye mondta, hogy nem fog észrevenni. Eltűnt a neve. Srácok, eltűnt a neve, jó. Mindegy, elkezdek szépen erre bányászni. És... ez... ne. Nem hiszem el. Hogy kerültél ide? Szóval. Még te kezdesz el nekem itt szóvalolni? Tűnj már el innen, légy szíves, nem hiszem el. Ó, Istenem, biztos nem adod oda a lovadat. Tudod, mi tiéd lehet, nem... aha, megbírom ütni. Jó, okés, király, megvan az ötlet, megvan a terv. Na, bocsi. Tényleg bocsi? Igen, valóban így gondolod? Tényleg bocsi? De most meghalsz és a lovad. Aha. Meg a házad az enyém, nagyon elhitted. Barátom. Gyerünk, üssük, srácok, meg kell ölni. Ha, ez így oké. Jó. Elintéztük. Jó. Mindegy, nem szólok hozzá inkább semmit, srácok. Meg tudtuk ölni, mondjuk most én is meg vagyok mérgezve, most már nem. Jó, mindegy, építsük szerintem fel, és akkor menjünk vissza a lovamhoz, és ja. Akkor szerezzük vissza, úgymond a dobunkat. Hát meg tudtuk ölni végre ezt a izét. Srácok, idáig itt kergetett minket, és komolyan ennyire gyenge volt. Nagyon-nagyon jó, mondjuk kicsikét korábban támadtam rá, mint ő rám. Jaj, de jó, hogy itt víz van. Na mindegy, gyors, akkor kimegyünk. Szóval jaj, kicsikét én korábban támadtam rá, de hát akkor is. Mit képzelt magára, meg miért követett? Fogalmam sincs, de tényleg, hogy ki lehetett, de ennek még utána kéne valahogy majd járni, viszont én akkor gyors megkeresem a lovamat, és én szerintem akkor el is köszönök, itt is van a lovam. Jaj, de jó, még jó, hogy jól vagy, adunk neki szépen ópiámat, és srácok, akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, hogyha tetszett, akkor ugye iratkozzatok fel, lájkoljátok ugye a videót, és a kommentbe írjátok le, hogy nektek tetszett ez a videó, vagy nem, és ne felejtsétek el, ugye hát vannak saját termékeim, az ugye hát a leírásban van. Szóval még egyszer kösz szépen, hogy itt voltatunk, és találkozunk, vagy itt voltatok, itt voltunk, azt tudom már tényleg, hogy mit beszélek, szóval itt voltatok, és találkozunk a következő videóban, és sziasztok!